Induljon hát a mai menet! Ilyenkor mindig a szokásos tökölés. Amíg Instára belépünk. És föl is pörögtek a processzorok. Azt mondom, hogy go live. Sziasztok, Bánkuti Dani vagyok, és üdvözlök mindenkit a Magyar Producer Workshop, nem tudom, hanyadik adásában már, de a csütörtöki mini adásában, ahol az Instagram algoritmusról és ennek változásairól és ennek rejtelmeiről lesz szó. Januárban volt egy nagy-nagy Instagram váltás, egy nagy-nagy algoritmus váltás az Instagramban is, nem csak a Facebookban, úgyhogy utána mentem, és összeszedtem minden olyan új változást és új dolgot, amire érdemes lesz odafigyelni az Instagramnak a használatakor, hát ha ez nektek is segít. Picit egy-két percet várok, addig is mindenkitől szeretném megkérdezni kommentben, hogy milyen a kép és milyen a hang, mennyire vagyunk szinkronban, mindig próbálom trikkelni, illetve vannak-e frame dropok, illetve már bekötötték hozzám, képzeljétek el az új netet, úgyhogy egy fokkal seamlessebbnek kell mennie majd ennek az adásnak, és kíváncsi vagyok az új képhez is mit szóltok, mert egy új objektívet is sikerült így beszerezni, úgyhogy várom a kommenteket, illetve mindenkitől várom azt, hogy használjátok-e az Instagramot, és mennyire vagytok megelégedve vele, úgyhogy ezt is nagyon-nagyon izgatottan várom, hogy ki hogy használja az Instagramot. Igen, az FPS problémát még nem tudtam megoldani, de szerencsére nem egy formál közvetítés vagyunk, úgyhogy ez annyira nem probléma, de dolgozom ezen is. Úgyhogy Instagrammal kapcsolatosan mindenféle kérdést és hozzászólást várok. Így a bevezetőnek, amíg így mindenki megérkezik, tudjátok, hogy folyamatosan ugyanúgy a Facebookhoz hasonlóan, ugyanúgy próbálják az Instagramnak az algoritmusát is egyre jobban így csavargatni, természetesen a felhasználók legnagyobb kárára. Miért fontos az algoritmus, mert mit is jelent ez az algoritmus? Ez az algoritmus a Facebook esetében úgy hívják, hogy Edge Rank dönti el, hogy mi hasznos a felhasználóknak és mi nem, mert annyi felhasználó van már, hogy ha minden információt látnánk, akiket követünk, akkor ez túlzott nagy forgalommal járna, és így ezért elkezdik szűrni a dolgot. Ez az egyik magyarázat, a másik magyarázat meg az, hogy azért a Facebook is szeretné monetizálni itt a jelenlétét, hiszen egyre több felhasználó van már Instagramon is. Ennek nyilván szerver erőforrásokra van szükség, nyilván ennek költsége van, és muszáj valami pénzt is ebből bevasalni. Úgyhogy ez kicsit arra is ösztönzi a felhasználókat, hogyha valaki azt szeretné, hogy több embert elérjen a posztja, vagy az Insta sztoria, tök mindegy, akkor azért szépen fizessen, mint a katonatiszt. Valahol érthető a dolog, de ilyen ez a dolog, ilyen ez a világ. Ugyebár azt hiszem, hogy 3-4 éve a Facebook megvette elég súlyos pénzekért az Instagramot, úgyhogy nagyjából ugyanazt a politikát fogja folytatni. A kép akadozik, az intro hangja szaggatott. Hát pedig ez már nem a feltöltésnek a problémája lesz. Minden esetre én készültem, és ha valaki nagyon-nagyon minőségnáci, akkor a YouTube csatornám teljesen fullos minőségben majd visszanézheti az adást, ahol nem lesz szakadozás, és nem lesz semmiféle frame drop.
úgyhogy ott is elérhetőek az adások, mert közben én itt rögzítem a felvételt is, úgyhogy minden nemű olyan dolog, ami akadozás, az már nem az én internetem problémája, hanem szerintem ez a Facebooknak a sara. Na, hagyjuk is inkább a Facebooknak a szapulását, nézzük meg, hogy mivel készültem nektek mára, és miben érdemes az Instagramban is odafigyelni. Lényeg, ami lényeg, az Instagramon is egyre több a felhasználó, így az algoritmus is arra ösztönzi a felhasználókat, hogy egyre jobban odafigyeljünk arra, hogy milyen tartalmat osszunk meg, egyre minőségibb tartalmat osszunk meg, és nem utolsó sorban fizessünk a dolgokért, mert valahol mindig erre megy ki az egésznek a játéka. Nézzük, hogy miket szedtem össze. Összeszedtem egy rengeteget, utána mentem, kérdeztem is Facebookban dolgozó ismerőseket is, akik az Instagram részlegen dolgoznak, úgyhogy igazából próbáltam minden nemű forrásból összeszedni, hogy jelenleg mit díjaz az Instagramnak az algoritmusa, és mit annyira nem díjaz az Instagramnak az algoritmusa, úgyhogy nézzük meg. De amúgy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, egy olyan tesztet is csináltam, hogy megemlítettem az Insta szót a hozzászólásba, és a Facebook Live ez nem nagyon-nagyon, hogy is mondjam, kultiválta, mert sokkal kevesebb lett az elérés alapból a live-nak is, de sokkal kevesebben nézik most, mint amúgy egy teljesen átlag live is adást a nap bármely szakából, úgyhogy itt némi összeesküvést vélek felfedezni, de hagyjuk is, majd úgyis kíváncsi vagyok, hogy meg tudjuk-e hirdetni, illetve a YouTube-ra is majd felkerül az adás. Na nézzük! Jön egy új fogalom, amit érdemes tudni mindenkinek, aki az Instagramot használja, és ez pedig a Shadow Band. Biztos ismeritek azt a szót, amikor flaggelnek vagy bannolnak egy accountot, valami olyan dolgot csináltok, ami policy ellenes, azaz az Instagram szabályzatával ellenes, majd mindjárt beszélünk ezekről, és ezeket az accountokat szokták néha, meg elég sűrű lassan, flaggelni, azaz teljesen kibannolni, törlik, tiltás, törlés, hello. Megjelent egy új fogalom, ami olyan, ami shadow bandnek hívják, az a fogalom a shadow band, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem bandolnak, nem csinálnak veled semmit, de az eléréseid és az engagementjeid konkrétan a nullára vissza fognak esni. Senki sem veszi észre, hogy veled történt valami, senki sem veszi észre egyáltalán a posztjaidat, sőt, te sem kapsz semmiféle értesítést, hogy shadow bandelve lettél, csak egyszerűen megszűnik minden elérésed, és hiába csinálsz bármit, senki nem fog látni semmit. Úgyhogy ez az új retorzió a január vége óta megváltozott Instagram algoritmusnak, úgyhogy erre nagyon figyeljetek. Hogyha valakivel ilyen történik, akkor lehet, hogy könnyen az volt, hogy shadow bandelték az accountját. Na nézzük! Az a legfontosabb, ami a Facebooknál is megvolt, hogy úgy működik az Instagramnak az algoritmusa is, amit amely van mondjuk 100 darab követőd, és ha kiposztolsz egy fotót mondjuk az Instára, az megjeleníti a követőidnek a 10%-ánál. Régen Instagramnál még egy másfél éve is 100%-os elérésünk volt, most már itt sincsen 100%. Tehát kiposztolsz egy képet, és ebben az esetben most megjeleníti a 100-ból a 10%-nál, azaz 10 darab embernek. És innentől kezdve figyeli, hogy az elkövetkezendő egy órában mi történik a poszt körül. Ha elkövetkezendő egy órában az a 10 ember reagál rá, kommentel, lájkolja, vagy bármiféle dolgot csinál, olyan túl sok mindent nem tud csinálni rajta, akkor ezt elkezdi mutatni a többi embernek is, és így mint egy lánc addig működik, amíg el nem érjük a 100%-ot. Instagramon jelenleg még van 100%-os elérés, unlike a Facebookon ez már teljesen lehetetlen, tehát ha van egy olyan contented, ahova jönnek a kommentek, jönnek a lájkok, akkor meg tudod azt elméletileg csinálni, hogy minden követőd lássa jelenleg. Tehát így működik nagyjából, hogy megmutatja az első 10%-nak, és ha erre rákapnak az emberek, akkor szépen megmutogatja a maradék 50, 60, 70, 80, 90 százaléknak is. Azonban, itt jön a nagy de. Ha ebben az első egy órában ennek a 10%-nak igazából nem hagyja meg a lelkét a te posztod, és semmi nem történik, semmilyen interakció nem történik a posztodon, akkor tulajdonképpen kuka lesz a kép, és nem fog annyi embert elérni, nagyon-nagyon kevesen fogják látni. Léteznek olyan csoportok, hogy comment pods, ezek olyan csoportok Facebookon és Redditen, ahol megbeszélik egymás között, amúgy szerintem az árcsoportunkban is volt egy ilyen kezdeményezés, de igazából még nagyon nem reagáltam rá. Nagyjából az volt a lényeg, hogy mindenki ismeri az algoritmusnak a szokásait, és tudják, hogy kommentek meg lájkok kellene, és
és szerveztek arra csoportokat, hogy mit tudom, a csoportban voltak 30-an, és meg volt beszélve, hogy ha valakinek jön valami új Insta posztja vagy Facebook posztja, akkor mind a 30 ember rárepül. Na most már az Instagram állítólag nem hülye, írtak olyan algoritmus, mert írtak olyan dolgokat, ami kiszagolja ezeket a komment csoportokat, úgyhogy amikor ténylegesen mindig ugyanazok az emberek kommentelik egymást, azokat valahogy valamilyen úton, módon ki tudja szúrni az algoritmus, és ezeket is shadow banderi. Nem tudom, hogy a fenébe oldják meg algoritmusba, ebben sokat gondolkoztam, de nekem a srác, aki ott dolgozik, azt mondta, hogy ezt már meg tudják csinálni, és ez volt az egyik legnagyobb újítás. És most megint egy nagyon-nagyon érdekes, ez Facebookban nem tudom mennyire valós, de ha nem válaszolsz elég gyorsan, akkor is bukod az elérését a Instagram posztodnak. Tehát nem tudom én, valaki odaír egy kérdést a képed alá, és te csak egy nap múlva válaszolsz, akkor azonnal eldobja az elérésedet, viszont ha 60 percen belül válaszolsz, akkor megdobja az elérésedet. Ezzel az Instagram arra próbálja ösztönözni a usereket, hogy interakció legyen, és minőségi interakció legyen. Tehát nem csak ilyen megbeszélt kommentek, hanem tényleg történjen kommunikáció, érdembeli beszélgetés. Így hát az algoritmus díjazza, ha minél gyorsabban válaszolsz, és egyetem válaszolj neki is, az a legfontosabb. Úgyhogy érdemes minden kommentre válaszolni, hiszen közösséget építünk, meg értékeljük azt, hogy valaki interakcióba lépett velünk, ne nagyon hagyjuk ezeket későbbre, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon érdekes. Harkonak, hogy olvassam fel a kommentjét. Újabban megkérdezem, hogy a mai napig nem tudom miért, de a szavazós feature nem érkezett meg a saját Instámra, és írtam az e-mailt az Instán, de semmi reakció, és nagyon hiányzik az a feature. Na ez most nagyon jó kérdés. Ebben az esetben Facebookban tapasztaltam a hasonlókat, hogy mit tudom én, kezelek szerintem több mint 70 vagy 80 Facebook page-et, és szerintem vagy 20 vagy 30 hirdetési fiókot, és bizonyos új funkciók tényleg olyan jelentéktelen oldalakban jelennek meg először, amikkel nincs is annyira foglalkozva, és az az oldal, amit tudom én több százezeres, azoknál még nem látom. Szóval ez ilyen teljesen random módon frissülnek a dolgok. Nem igazán tudom, hogy ennek mikéntje van, de utána nézek a kedvedért, ha gondolod. BC, tehát akkor egész nap telefonon kell lógni, szuper zombi mód lesz. Igen, sajnos igen, ez valami ilyesmire ösztökéli az embert. Na nézzük még. Az Insta botokról már sokat beszéltünk, és sokszor is volt szó, mit csinálnak az Insta botok, kreditekért megveszel, vannak olyan szolgáltatások, illetve vannak olyan rendszerek is, hogy az Insta botok hashtagekre, illetve különböző paraméterekre, vagy különböző célszemélyekre tudnak irányított kommenteket csinálni, kibekövetéseket tudnak csinálni, tehát rengeteg mindent tudnak csinálni. És nagyon-nagyon sokan arra használják, hogy beállított hashtagekre és beállított profilokra, amiket az Instagram algoritmusnak a valamilyen ki tud szűrni, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik, oda rá kommentel, és ezért van az, hogy Fedlegrand kommenteli a legújabb preview-odat, amit földobtál az Instára, mert be van neki állítva, hogy a ilyen érdeklődési emberekre kommenteljen egy ilyen tüzecskét, vagy hogy this is fire, vagy elszám bro, vagy valami. Na most azt mondták nekem az Instánál, hogy ezeknek is véget ér a kora, figyelni fogják ezeket a kommenteket, és itt is shadowbandelni fogják azokat az accountokat, ahol ilyen instabotos tevékenységek megvannak. Ellenben azt is mondták nekem, hogy a follow-unfollow-os instabotokkal még nem tudnak mit csinálni, úgyhogy ha valaki használt ilyen instabotokat, akkor azzal még lehet művelni dolgokat, és nem is olyan rossz az amúgy követőszerzésre, mert igazából automatizál egy olyan dolgot, amit amúgy kézzel csinálnál, de nagyon-nagyon kell figyelni a kikövetés és a bekövetési időközökkel, mert nagyon durván számolja az Insta, tehát ne csináld azt, hogy bekövetsz valakit egy órában, mit tudom én, egy csomószor, el kell tenni a 30 másodpercnek egy bekövetés között, kikövetéseknél is, szóval ezt igazából, ha nem tudsz egy algoritmust vagy egy automatizációs alkalmazást szedni, aki pont ugyanilyen időközönként követi be és követi ki a dolgokat, akkor nagyon csúnyán bannolni fogják a rendszeredet. Úgyhogy ezzel nagyon-nagyon óvatosan. Ismerek olyat, aki csak azért vett követőket, hogy 10 után tudjon swipe up-olni. Na igen, erről is lesz szó. Amúgy, ha hiszitek, hanem én is elgondolkoztam azon, hogy veszek 10 000 követőt, csak hogy tudjak linket tenni az Insta story-ba. De erről is mindjárt beszélni fogunk. Illetve azt mondták, hogy a komment botok már többé nem számolódnak valódi engagementek,
valódi emberek kellenek és valódi felhasználók. Na ezt már konkrétan el tudom képzelni, hogy egy algoritmus ki tudja szűrni, tehát hiába kommentelgetsz magadra bottal vagy máshova, ez nem számít majd engagementnek. Viszont tényleg ezt is mondták nekem így sugdolozva, hogy a follow-unfollow dolgot még nem tudják kiszűrni, mert igazából arra még nem találtak ki olyan rendszert, úgyhogy azt még lehet csinálni. Nagyon-nagyon szereti az algoritmus a stories-t. Azt mondják, aki nem használt eddig stories-t, az mindenképpen használjon, mert aki sok stories csinált, tehát sok ilyen, hogy mondják ezt magyarul, ezeket a Snapchat-hez hasonló napi kis rövid 15 másodperces videókat vagy képeket, ami a stories-ba megy, ilyeneket csinál, az sokkal jobban fel fogja dobni a többi posztját is a usereknek, és sokkal jobban elő lesz. Úgyhogy a stories az most a legjobban futó és a legjobban konvergáló alkalmazás, vagyis funkció az Instagramban, úgyhogy mindenkinek ajánlom a stories-nak a használatát, hogy azt nagyon-nagyon szereti. A Instagram live-ot annyira nem szereti az algoritmus, nem azt mondom, hogy nem szereti az algoritmus, de nincsen annyira kitüntetett szerepe, mint mondjuk a stories-nak. Szerintem nincs is akkora sikere az Instagram live-nak, mint a Facebook live-nak. Ez így ebben a rendszerben egy kicsit így elcsisszant, mert az is törlődik egy nap múlva, igazából még el se tudott forgatni a telefon, szóval egy eléggé káoszos dolog, de a stories nagyon érdemes használni, és szerintem az egyik legjobb funkciója az Instagramnak, és nagyon sok lehetőség van benne. Igen, és akkor Petrik kérdezte tőlem, hogy a swipe up-olni, ami azt jelenti, hogy a storiesba be tudsz tenni egy linket, és ha fölhúzod, akkor kidobja neked az adott berakott linket. Jelenleg még 10 000 követőtől, illetve verified profilokhoz van ez kötve, de én úgy tudom, az elkövetkezendő 3-4 hónapban megkapják a sima userek is. Meglátjuk, én már nagyon-nagyon várom, nagyon hiányzik. A zárt csoportunkban kaptam egy olyan kérdést ma valakitől, hogy miért nem lehet linkelgetni Instagramban, miért csak a bióba lehet linket tenni. Ez állítólag direkt van, és ez rendszer sajátosság. Úgyhogy ezen nem is nagyon akarnak egyelőre változtatni, inkább ez valószínű annyi lesz, hogy a swipe up-ba fogják ezt a swipe up-os dolgot fogják mindenki számára elérhetővé tenni. Remélhetőleg én már nagyon-nagyon várom. Következő, ami Instagramnál változás, azok a hashtagek. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, ne rakjunk már 30-40 hashtaget egy posztba, maximum 5 darab hashtaget használjunk egy posztba, és azok olyan hashtagek legyenek, amik kapcsolódnak a tartalmunkhoz. Tehát ha én mondjuk most lefotózom magam, hogy itt vagyok az MTV-nek a stúdiójába, a Britney Spears ne hashtageljen be sem a hashtag fesztivált, mert a hashtag LDM-et. Ezt is fogja nagyon figyelni az algoritmus, és 5 teljesen oda kapcsolódó és 5 teljesen odavágó hashtaget használjunk. Közben várom tőletek a kommentet, hogy szerintetek milyen irányba halad az Instagram, illetve ti használtok-e Instagramot, és bevált-e nektek az Instagram, meg hogy jobban szeretitek-e, mint a Facebook, illetve mennyire jött be nektek az elmúlt hónapok során. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Addig közben haladok tovább a hashtag témába, amit még kiírtam itt magamnak. Nem szabad ugyanazokat a hashtageket használni minden posztnál, mert szintén nem nagyon-nagyon fogja szeretni az algoritmus. Ha ugyanazokat használod, akkor könnyen spamnek fogják hinni az accountodat, így azt akár még törölhetik is. Úgyhogy, mint ha minden nap használod a hashtag, mit tudom én, dance musicot, az semmiképpen ne tegyed, próbálja ilyen téren is kreatív lenni, és próbálja a hashtagekkel is minél jobban igazodni a kép témájához. Tehát ha most csinálok magamra egy fotót, az a hashtag selfie oké, okay, de mit tudom én, ha holnap is ugyanígy csinálok magam egy fotót egy ugyanilyen környezetben, akkor kicsit legyünk kreatívek, mint amilyen a hashtag egyedül a szobában. Alone in the dark room, vagy most egyedül a sötét szobában, most csak mondtam valamit, hogy egy kicsit a hashtagek terén is érdemes kreatívkodni, mert ezt is figyeli a rendszer. Következő nagyon-nagyon fontos dolog, amit így kiírtam, hogy a leírásban ne nyúljunk bele utólag, akkor is, ha elcsesztünk valamit, mert ha hozzányúlunk, akkor azonnal fog esni az elérése a posztnak. Tehát ez konkrétan azt jelenti, hogy ha én kiteszek egy posztot és utólag módosítom a leírását, akkor esik a poszt. Ugyanúgy esik a poszt, hogyha kommentbe berakok egy hashtaget konkrétan, már azt se szereti az algoritmus, és azt is így tiltja valamilyen szinten a rendszer. Semmiféle hashtaget ne posztoljunk be utólag kommentekbe, rakjunk 5 darab hashtaget bele az alap meta leírásba, és hagyjuk úgy a dolgot, ne nagyon forszírozzuk, és kommentbe se tegyünk semmiféle ilyen dolgot, és ne módosítsuk utólag. Ezt mindenképpen a lelkemre kötötték, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos új újítás, hogy ezt nagyon-nagyon figyeli.
figyeljünk arra, hogy ne spameljünk, ne kommenteljessünk ész nélkül tőszavakat, meg ilyen jeleket, mert azt is ugyanúgy veszi a rendszer, mintha valami kommentbotok lennénk, vagy instabotok lennénk, de erről még egy kicsit a végén szeretnék beszélni. Az Insta live-ot érdemes tolni, de ahogy mondtam, akkora hangsúlyt nem kap, úgyhogy inkább az Insta story-kat érdemes tenni. Az Insta story-ban van ez a szavazás dolog, amit pont itt említettetek nekem. Ilyeneket érdemes használni, ezeket értékeli a rendszer, ami minden, ami interakciót termel, az hasznos a rendszernek, és ez a lényeg. A follow-unfollow időszakokat mondtam, és végül, de nem utolsó sorban, ahogy az elején is mondtam, az Instagramnak, mivel ez a Facebooknak a tulajdona, ugyanaz a lényeg, hogy kicsit monetizálni tudják itt a dolgokat. Tehát ha van valami olyan fontos dolog, amit úgy érzed, hogy minden követődnek muszáj látnia, akkor kicsit hirdessétek meg, tegyetek ilyen pár dollárocskát rá, és még jelenleg szerintem az elkövetkezendő egy évben viszonylag olcsón el tudtok bármilyen Instagramhoz jutni. Nagyon-nagyon jó hirdetéseket láttam például Instagram story-ba is, és mivel az Instagram story-k nagyon népszerűek, ezért szerintem ezek a hirdetések jól is tudnak működni, meg jól is tudnak konvergálni. Úgyhogy egyre jobban érdemes a hirdetésekkel is próbálkozni. Ha minden igaz, most már tényleg hétfőn fog indulni az MPV Akadémia, ami a Facebook hirdetéskezeléssel A-tól Z-ig beállításokkal és tartalomgyártással fog foglalkozni, és ott pont szó lesz arról, hogy például Instagramon is hogyan hirdessünk a Facebook felületén segítségével, de amúgy lehet telefonon belül is Facebookon, Instagramon hirdetni, de túl sok célzási lehetőségünk nincs, így a Facebookos hirdetés kezelőt érdemes használni az Instagramos hirdetésekre, de erről a tréningben rengeteget fogok beszélni, és igazából mindent megmutogatok. Na, sziasztok! Olyankor, amikor mi a helyzet, ha Instán szeretném reklámozni például a YouTube accountomat egy képpel és a hashtaggel. Ez olyan, mint a Facebook, majd nem fogja szeretni az algoritmus. Könnyen meg lehet, és bevallom erre, még nem is kérdeztem rá, de szerintem itt ezt még annyira nem veszik annyira komolyan, hiszen olyan nagy videókat, meg olyan nagy minőségű videós tartalmakat nem tudsz feltenni, ergo az Instagram sosem lesz konkurense az Instagram a YouTube-nak, úgyhogy nekem ez a személyes véleményem, nem hinném. Szerintem, ha fölteszel egy fotót és azt mondod, hogy a YouTube csatornának a linkje a bióba, az teljesen jól tud mutatni, vagy fölveszel egy videót, ahol konkrétan bemutatod, hogy ott van a képernyőn a YouTube csatornád, és iratkozzatok fel, és swipe up, vagy youtube.com ott kihagyva azt mondod, hogy slash per, mit tudom én, kismacska a felhasználói neved, akkor szerintem ezt tök jól tudod tolni, és erre hirdetést is tudsz tenni, úgyhogy szerintem ezeket ki tudod kerülni vele. Még nem veszik annyira szigorúan. Béci, eddig amit Instán boostoltam, szinte semmi nem történt vele, viszont a Facebookon hirdetek és ott lövöm be az Instát, akkor nagyon megdobja. Persze eltűnik a boost idő végén a poszt maga. Most ezt a végét nem értem, de én mindenképpen, ahogy Béci is mondja, mindenképpen Facebookon érdemes beállítani az Instagramos hirdetéseket, mert sokkal nagyobb kontrollod van. Instán valami nagyon nevetséges kontroll van a hirdetések fölött. Azt hallottam, hogy a hirdetéskezelőbe majd telefonon is bele fog kerülni az Instagram, mint külön funkció, de mondom, ezt a Facebookost az akadémián nagyon-nagyon jól elmagyarázom A-tól Z-ig, nem egy nagy művészet, és szerintem már elég fegyverteim az Instán Instagramon jelen lenni, mert egy nagyon-nagyon fontos felület, és nagyon-nagyon sokan vannak rajta, és főleg zenészek, mert zenetémában szerintem sokkal többen vagyunk ott, mint lassan Facebookon, hiszen Facebookon már nagyon-nagyon sokan vagyunk, nagyon nagy a tumultus, és nem véletlenül volt a Facebookon is nagy-nagy változások tartalom tekintetében, de majd erről is szeretnénk egy külön adást csinálni. Addig is szeretném mindenkitől megkérdezni, hogy van-e esetleg más tapasztalatotok az Instagrammal kapcsolatban, vettetek-e észre valamit. Személy szerint én az Instagramot mindig azt mondom, hogy bizonyos területekre nagyon-nagyon jól lehet használni, bizonyos területekre meg kevésbé. Egy sokkal személyesebb felület, mint mondjuk a Facebook, és még szerintem én megtartotta a maga kis exkluzivitását, annak ellenére, hogy egy eléggé zárt és limitált rendszer, és lehet, hogy pont a limitált rendszer az, amitől megtartja ezt a kicsi zárt érzését is, és ezért is sikerül még tisztán tartani a rendszert, és nincs annyi szemét rajta. Balázs, szia Dani! Az jutott eszembe Insta plusz Facebook kapcsán, hogy egy poszt leírásában bejön például a YouTube vagy YouTube link, akkor lehúzza az elérést. Szerintem egyelőre nem.
Nem, utána kérdezek, bár erre választ nem fogok kapni. Szerintem nem, de én már azt szoktam csinálni, például megnéztétek a mostani adásnak a kiírását is, van egy olyan policy Facebookon, hogy nem lehet nagyon visszaélni a Facebook meg az Instagram márkával, azaz a nevével sem a logóval, ha pozitívan, ha negatívan mondod, és ezért direkt én mindig úgy szoktam Facebookon a Facebookról beszélni, hogy FB, az Instára, hogy Insta, a YouTube-ról meg YT. Tehát én már ezt tudatosan, vagy tudatalatt, én ezt már próbálom kikerülni, mert tényleg van egy ilyen policy, és pont az egyik parti szervező csapatnak, akinek segített itt a marketinges dolgokba, pont visszadobott folyamatosan egy buli hirdetést, amin egy esemény plakáton konkrétan semmiféle Instagram meg Facebook motivum nincs, de a robot szerint van, és már 2 hete levelezek a Facebookkal, hogy ugyan már mi a hiba rajta, mert a robot szerint van, tehát annyira kényesre van szerintem itt a threshold beállítva arra, hogy nem mondjunk rosszat a Facebookról meg az Instagramról, meg ne éljünk vissza így az egész brenddel, hogy már arra is ráugrik, amikor igazából nem is szíttad. Tehát vannak érdekes dolgok, például volt egy olyan videó, ahol valaki egy olyan pólót hordott, hogy fuck Facebook, de a fuck az nem volt teljesen kiírva, hanem tehát F, és akkor ki volt csillagozva, és letiltotta neki a Facebook, és nagy-nagy levelezgetés után kiderült, hogy az algoritmus a videóban lévő tartalmat is figyeli, és a videóban lévő feliratokat is tudja észrevenni. Tehát ez már az igazi nagy testvér kategória, és nagyon-nagyon durva dolgokat észrevesz ez az algoritmus. Úgyhogy én azt mondom, hogy bárki, aki másik csatornára próbálja átcsábítani az embereit, az próbálja néha ilyen rövidítésekkel beszélni a többi közösségi médiáról. Úgyhogy jó is, hogy ezt Balázs szóba hozott, mert valóban egy kicsi ilyen van benne, tehát hogy ne említsük meg a konkurenciát. Nyilván, ha te is egy cég lennél, és állandóan valaki oda járna az oldaladra, és állandóan a konkurenciáról beszélne, neked se esne túl jól, valahol ezt megértem, de nyilván ez... Igen, most, hogy kimondta, téged teljesen le fog húzni. Amúgy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy meghirdethetem ezt az adást, miután lement, mert azért tényleg végig a Facebookon, meg az Instagramról volt szó, majd kírom külön, ha netán visszadobta, nagyon-nagyon mókás lenne. No, srácok, ha nincs más, akkor szeretnék elköszönni, hiszen ennyi volt a mai adás, nem nagyon akarom tovább húzni. Ne feledjétek, március 24-én jön a második Magyar Producer Workshop találkozó, szerintem már majdnem teljes a program, lesz rajta Ableton, FL Studio, Mixing Mastering, meg nagyon-nagyon-nagyon sok fajta előadás, jön Bakonyi Bálint, az 1D School-ból, Young az Impro-ból, Matyi is jön az 1D-ből, aki FL Studio-val fog foglalkozni, úgyhogy az FL Studio-soknak fog nagyon-nagyon sok újdonságot tanítani, jön Silk Mester is, aki Mixing és Masteringről fog beszélni, és természetesen én is ott leszek egy érdekes témával, amit majd csak holnap fogok bejelenteni, úgyhogy ha szeretnétek jönni, akkor mindenképpen regisztráljatok az adásra, regisztráljatok az eseményre, nagyon-nagyon jó lesz, és nagyon-nagyon sok izgalmas dologgal készülünk nektek, és ha már tényleg, ha a csillagok is úgy akarják fönn, mert minden úgy akarja, akkor hétfőn fog indulni az MPV Akadémia, úgyhogy Facebook terén is tudtok majd okosodni nálam, és akiknek meg van könyv, nekik meg külön-külön extra kedvezmény volt. Na, közben jött egy komment, amit szeretnék még beolvasni, mielőtt megyünk. Nekem volt egy tízzel a zenémről, nem engedte kiemelni a Facebook, akivel csináltam, ugyanazt a videót felrakta, és neki engedte. Na igen, ez az a dolog, mint a Skynet, hogy az algoritmus teljesen önálló életre kell, és már minden hülyeséget kitilt, mert minden hülyeséget enged. Ez az, amit már a Facebookosok se tudnak csinálni. Nekem is rengeteg olyan dolog volt, amit letiltott a Facebook, mert hát policy ellenes volt, semmi policyt nem sértett. Fölhívtam a kis kontaktomat, hogy ugyan már segíts, mi a baj. Azt mondja, bocsánat, beragadt valami, algoritmus. Igazából az a rendszer, ami először átnézi, tehát tudjátok, amikor csináltok egy hirdetést, ha már csináltatok egy hirdetést, akkor mindig van olyan pending, tehát jóváhagyásra vár. Valójában ott nem mancika nézi meg a vonal másik oldalán, hogy vajon ez megfelelt az irányelveknek, hanem ez a nagyon-nagyon kiokosított algoritmus, mesterséges intelligenciája próbálja ilyen-olyan dolgok alapján kiszűrni, hogy ez megfelel a hirdetési irányelveknek. Ha itt megakad, akkor sokan hagyják az egészet veszni, holott lehet írni a Facebooknak, és ilyenkor az esetek 80%-ában tovább engedik a posztot, hiszen azt mondják, sorry, elcsesztük. Viszont
Ha valami nagyon-nagyon ilyen kétes, akkor szokták valódi embereknek elküldeni, hogy most hagyják jóvá, és azok megjelölnek rajta napokat. Úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes dolog is itt, hogy Andi is írja, ez az algoritmus nagyon-nagyon huncut dolog, és már nagyon-nagyon önálló életre kell. De ilyen ez a világ, ilyen irányba tartunk, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoz a jövő. Úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm a ma esti részvételt is, és jövő héten is jövök ismét új műsorokkal, sok-sok érdekességgel, és addig is figyeljétek az MPV-nek az oldalát, mert teljes lesz az MPV találkozónak a programja. További jó éjszakát kívánok mindenkinek, ja, és aki lemaradt volna az adásról, akkor van egy YouTube csatornánk, ahol viszonylag fullos minőségben feltöltöm az adásokat, ahol a neten lenne frame drop vagy valami akadás, az ott teljesen nem lesz, úgyhogy ott is érdemes követni, itt a hátul a számlálom mutatja is, hogy éppen hogy áll a YouTube csatornák, egész jól növekszik. Ha valaki szeretne jönni az zárt csoportunkba, jelentkezzen, nagyon jó kis közösség van. Ugyan van néhány súrlódás, meg van néni dedó, amikor páran összevesznek így bizonyos olyan dolgokon, mintha a óvodában lennénk, de hát ez minden közösségben előfordul, és igyekszem ezeket moderálni, és igyekszem rendet tartani, de összességében az egész közösség egy nagyon-nagyon jó irányba halad, és nagyon értelmes kommunikációk vannak, ami nagyon ritka szerintem az ilyen fórumokon, főleg úgy, hogy több mint szerintem lassan 1300-an vagyunk, úgyhogy itt azért elkerülhetetlen a némi súrlódás, úgyhogy nagyon büszke vagyok az egészre. No! További szép estét kívánok mindenkinek, jó éjszakát, sziasztok, és akkor leállítjuk a streamet.